Nem változott tegnap óta Michael Schumacher állapota. A volt 7-szeres Forma 1-es világbajnok egy nappal a születésnapja előtt továbbra is stabil, de kritikus állapotban van. Közben új részletek derültek ki a balesetről. A német Bild megtudta, hogy Schumacher egyik barátjának a kislányán segített, mielőtt letérte a kijelölt pályáról, és a mély hóban sziklának ütközött. Vendégem a stúdióban Kovács Barnabás, a Magyar Sí-szövetség szövetségi kapitány. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Térjünk azonnal szerintem az internetes videóra, ami a Bild felvétel, amiben szimulálták azt, hogy pontosan mi történhetett igazából Schumacherre. A felvételen azt hiszem, hogy jól lehet látni azt, hogy az egyik pályaszakasztról próbált átérni Schumacher a másik pályaszakaszra, és a köztes részen bukott el, ugye? Igen. Mi volt igen. a probléma? A probléma az volt, hogy a pályáról, a letaposott pályáról lement, és át akart menni a másik pályára. A probléma, én azt hiszem, hogy az volt, hogy a képen lehet látni, hogy egy darabig védő háló, illetve jelzés jelzi, hogy merre kell menni. Aztán a pálya kétfelé megy, és közötte van egy kis... Egy szűzhavas területet lehetett látni. Szűzhavas terület, igen, ami valószínűleg másképpen nézett ki akkor, amikor Michael Schumacher letérte arra a részre. Amikor ezt szimulálni próbáltak, akkor már a nap megsütötte, már a sziklák egy része nem volt hó alatt, meg ott egyébként is úgy tevékenykedtek, amikor mentették. Tehát ez valószínűleg egy homogén, friss, havas terület volt, amire nem tudván, hogy mi történhet, és akkor történt meg a baj. A dolog úgy néz ki, hogy ha én mondjuk megyek az utcán simán, és valaki viccből egy drótot kifeszít a lábam előtt, és én ott megbotlok, mert megbotlok és elesek, akkor hasonló helyzet fordulhat elő, hogyha ha úgy esek, mint az olajtól így le a homlokomra, akkor lehet, hogy soha többen nem kerek oda föl. De mégis mit gondol, azt mondták, ugye, hogy volt rajta sisak. Mi lehetett akkor mégis a probléma? Olyan erejű lehetett az ütés, vagy olyan helyen talált el, hol a sisak már nem védhetett? Mert ugye szó volt arról, hogy nem megfelelő, vagy igen, nem olyan... Látszik, vannak képek egyébként róla a síelés előtt, egy úgynevezett puha sisak van rajta. Na most a puha sisak az itt egy puha rész van a halánték környékén, egy kemény sisak az védi az egész arcot, egészen hátul a nyakig, és ha felteszem, hogy egy ilyen sisak van rajta, akkor ez a sérülés nem annyira súlyos, mint amilyen, mert egész biztos, hogy nem ment nagyon nagy sebességgel. Egyébként miből lehet ezt tudni, hogy nem ment nagy sebességgel? Mert sokan állították, hogy mégis. A pálya maga, ami előtte volt, az egy teljesen lapos, olyan, mint egy autósztráda. Egy laposan letaposott, szép, széles pálya volt, aminek meg volt a jelzése oldalt, és aztán egy kicsit elkezdett meredekedni, és ezután következett ez a bizonyos védtelen rész, ha így lehet mondani, mert ott elmúlt a jelzés, hogy itt a vége a De akkor pálya el lehet mondani, hogy ez egy fatális véletlenek sorozata. Ez egy abszolút fatális véletlenek sorozata volt. Nekem az a meggyőződésem, látva a képeket, a bukósakos képét, és ismerve a tényt, hogy a füle kezdett el vérezni, tehát ő gyakorlatilag a fül és halánték táján kapott egy ütést, valószínűleg a puha részen keresztül került. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy itt volt, és ezt elmondta nekünk. Nagyon szépen.